Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most látható műsor kulturális sokkot és utazási rohamokat okozhat, ezért megtekintését minden korosztálynak ajánljuk. Sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, amit itt láttok, az az 1200 kilométeres erdélytúrán felszerelése. Az első estét már is Létavértes mellett egy erdőben kezdtem, hogy másnap minél hamarabb átkelhessek a határon, és Margita felé bevethessem magam a Fekete Erdőbe. A Fekete Erdő egy középhegység, a Szigethegységnek az északi része gyönyörű szerpentinekkel, csodálatos vízesésekkel, és amit én külön imádok, hogy abszolút még ezt a részt elkerülte a tömegturizmus. A végtelennek tűnő erdőségeket sokszor megszakítja egy-egy monostor, egy-egy picike falu világa. A részhegység közepén található nagyobb település neve Fekete Erdő, azaz németül Schwarzwald, mert hogy német lakó is voltak egykoron, üveggyáráról volt híres, 90-es években hatalmas településnek számított, manapság is látszik ez a bérházakból, melynek árnyékában mindig kellemes hűsítőre találhat az arra járó vándor. Megérkeztünk a forráshoz, közben végignéztük itt telkenként. Azt mondta is, már van kutya, de ne izguljak miattam. Ne félj! A nézők nem tudják, a kutya megharapta a lökhárítót. Leszett a lökhárítót a kutya. Dög. Egészség. Kedves vendéglátóm István a túrán második napján még el is kísért az utam jelentős részén, majd egyedül folytattam tovább az egyes számú főúton, és ahogy látjátok, a számunkra teljesen érthetetlen és felfoghatatlan, ám annál csodálatosabb cifrapaloták sorfala között haladtam Kalota Szent Király felé. Érdekességként, hogy a román lejnek olyan nagyon fura tapintása van, mert nem olyan anyagból van, mint a mi pénzünk, ugyanis ez polimerből van, ez ilyen kevésbé szakadásmentes, illetve vízálló anyagból van, és aki már fogott ilyet, annak ilyen nagyon fura érzés, de elárulom, hogy a svájci frank is körülbelül ugyanilyenből van. Az éjszakát a Kalota Szent Királytól délre lévő focipályán töltöttem, magamra zártam az egész, hát mondhatom, stadiont, és így enyém volt éjszakára minden. Másnap reggel pedig az 1R jelzésű úton haladtam északról déli irányba. Ez egy nagyon fontos út erre felé, mert a Szigethegységet, vagy más néven az erdélyi középhegységet szeli ketté északról déli irányban, egészen addig, amíg be nem csatlakozik a 75-ös számú útba, ami az Aranyos völgyén húzódik keletről nyugati irányba. Érintetlen fenyőerdők között gurultam, és emelkedtem egészen 1300 méter magasig. Tehát milyen gyönyörű a völgy ott szembe. Nagyon fantasztikus. Ezt az utat mondtam, a Google-on ez ilyen gravel út. Megmutatom nektek az idilli piknikező helyet itt. Itt azt rakhatok tüzet, a kutyát nem érdekli. Elhagytam az 1200 métert. Alba megyébe, az Fejér megye. Ezt meg kellett álljak megmutatni. A hegy belsejében, illetve a fensíkon órákat tekertem úgy, hogy a civilizációnak egy picike nyomát se láttam,
hébe-hóba voltak falvak, tehenek keresztezték az utamat, egyszer-egyszer megkergetett egy kutya. Az egyedül létet felváltja a tömegturizmus. A 75-ös út mentén rengeteg apartman, rengeteg szállás van, rengeteg bolt van, ahol az ember semmibe se szenvedhet hiányt. Az út az aranyos folyó mentén azzal párhuzamosan kanyarog, és nagyon enyhén, nagyon kellemesen lejt. A vadkemping itt igen nehéz feladat, mert vagy lakott település van, vagy szakadék van, vagy a kettő egyszerre. Ezért úgy döntöttem, hogy a falu közepén, a marhavásár területén fogok aludni. Úgyis olyan gyakran mondják ezt rám. Így legalább végre egyszer otthon alszok. Nyilván, ahogy közelítek a hegyhez, úgy a nap az egy jó darabig még nem fog látszódni, ennek okán meg hűl a levegő. Rimitea, azaz magyar nevén Torockó, egy fantasztikus hely, ahol a monda szerint kétszer kell fel a nap, mert a Székelykő előtt, illetve majd 11 óra fele a Székelykő után látható. A helyből árad a történelem, a kereskedelem, illetve a bányászat nyomai a mai napig tetten érhetőek. A házak oromzata, arculata, ablakkeretei a múlt örömeiről és tragédiáiról árulkodnak. Szállás bőven akad, sok pénzt vigyetek! Beérkeztem Torockó Szentgyörgyre. Pont nem a legjobb oldaláról értem be, de itt van a Nagyanyeli vár közepén a templommal. Ez azért baromi jól néz ki. Torockótól és Nagyenyedtől délre található Erdély egyik legnagyobb városa Kolozsvár után, amit Alba Júlia néven fog megtalálni, ez magyarul Gyulafehérvár. Ahogy a nevében is benne van, ez királyi központ volt és egy óriási erőd, egy erősség áll a közepén, aminek a székesegyházában nem más nyugszik, mint Hunyadi János, illetve Jagelló Izabella, illetve a korabeli magyar történelem számos jeles alakja. A vár meglátogatása legalább egy fél napot vesz igénybe, manapság Mária Regina királynéra és a román királyi családra van kihegyezve a tematikája, a várban nyugati színvonalú bárok, éttermek találhatóak. Nagyon jó kis hangulatos hely. Oké. Jó napot kívánok! Guten Morgen! Utam egyik legkomolyabb sportfeladat kihívása vette kezdetét, ami nem más, mint a híres Transalpina hármat. 16,7 fok van és 343 méterről indulok. Reggeli fények, ahogy beszűrődnek a völgybe. Mindez Kapálnába. Ezt belértem egy ilyen dúzasztó gátot a falu után nem sokkal. Újabb tábla a Transalpina hágóról. Miközben, hogy a Ludas Matyiba mondta az ispán, hogy csak tátom a maflapofámat itt a tájon. Közben eszembe jutott, hogy a román autósokról még nem értekeztem semmit. Hát eddig, ahol jöttem, azon az úton, csak jókat tudok mondani. Olyan nagy ívbe kerülnek. Annyira toleránsak. Jön egy második Climb Pro-s mászásom, 1,4 km. 50 métert fog emelkedni. Elértem a 800 méteres magasságot. És itt volt egy kis sziklaomlás. Na, jön. Most észrevett. Nézd csak, mit hoztam neked! Sajnos újabb visszagurulás van. Az úti leírásokban nem szokott benne lenni, hogy csomó helyen vannak méhek. Az erdő közé lassan kezdi magát befészkelni a fenyő. Következik a 9-ből a negyedik emelkedőm, 5,4 km lesz 180 szinten. Majdnem 40 km távolság után majdnem elérem az 1000 métert, 692 szintet jöttem eddig. Magyar viszonylatban nagyon nehéz ezt így elképzelni. 11 óra van és jöttem, 41 km, 722 szintet másztam, mert egy csomót vissza kellett gurulni. Az előbb itt jött szembe velem a Google-ös autó. Mondta, megy a kamera?
Nem gond? Nem. Benne lesz a filmsorozat. Nem. Sok medve van mindig? Ott azzal ijeszgetik otthon az embert Magyarország, hogy tele színültik medvével, na, minden. Lehet, szerintem ügyelnek itten azért az ember. Ezt nézzétek, milyen gyönyörű. Megnyugodtam, végre volt egy bringás szembe. 62 kilométernél elértem az 400 méteres magasságot. 565-ön kicsit kiengedett. Hú, ez kegyetlen volt most. 1691 méteren vagyok, fölmásztam a piros zónát. Az kegyetlen, főleg így tűző napon. Mindjárt felérek. Ez ide. És akkor, ha minden igaz, akkor itt le kell kanyarodni. Akkor itt lesz Novácsi felé megyek. 47 kilométer, így van itt megy az út. Amíg kizökkentettem itt magam a kereszteződéssel, azt akartam mondani, hogy 1362-re ereszkedtem vissza 1700-ról. Ez eszméletlen ez a látvány. Fantasztikus. Az útminőség az teljesen svájci, itt. Tehát a látvány, ez a fenyőfák, ilyen szál egyenesen vannak. Meg ez a brutál mennyiségű érintetlen erdő, hát ez hihetetlen. Jön a fekete leves, 10,4 kilométeren, 709 méter szinttel. Az előbb elmentem egy fa mellett, és ki volt rátéve, hogy vigyázni kell itt benne, mert vannak viperák. Ez itt a Lotru folyó, talán látszik a tévéből, ott fent hófoltok is vannak. Csinálnak ilyet, hogy busszal felviszik a népet, biciklistül, és lehet lefelé száguldozni. Vaj, de jól esik ez a hűvös hátszél. Hú, ha megáll a levegő, pokoli meleg van. Beszarábia, Románia. Hát én is mindjárt beszarok, ez most olyan meredek. Németek ilyen teherautóba laknak. Nagyon komolyra, ami komolyabb az, hogy kezd beborulni. Jól dörög az ég. Volt egy esőszünetem. A pillanatok alatt elkezdett szakadni. Ott mi az út. Nagyon dörög arról megint. Táj hirtelen megváltozott. Egyik pillanatról a másikra már csak fű van. Azt nézzétek. Arra meg tök jó az idő. Szia, te drága, hát de gyönyörű, hogy a kutya ott fetreng. Jégeső, basszus, azt nézd meg, nincs a jégeső. Most kedves nézők, úgy döntöttem, hogy eszek egyet, és 25 lejt kért ért a néni, ilyen 4 ilyen virslicske, egy fél puliszka, meg ilyen tejföl. Baromi finom, nagyon finom a kolbász is, meg ez a puliszka is nagyon jó. Kutyát megetettem jutalomfalattal, amilyen rám se bagózott. Mutatok egy körbefordulást. 3,6 kilométeren van, és 302 méter szinten. Kegyetlen látványban fantasztikusan gyönyörű. Elértem az 1900 métert. Baromira megerett. Van 400 méterem a tetőig. Teljesen szétáztam, és megjött a jégeső megint. Mutatom a hőmérsékletet, lehet látszik a lehelletem. Hát ilyen idő van, gyerekek, igazi ősz van itt fent. Akkor a jegek hullottak, hogy az életveszélyes volt.
sikerült összepakolni, mert azért láttam rajtuk, hogy egy picit gesztusokkal utaltak arra, hogy most már húzzak innen a fenébe, mert nyitották ki a boltot, meg minden. Hát felértem a tetejére, nincs semmi tábla, meg semmi ilyesmi. Tényleg már lejt az út, az ott ránká, és akkor onnan fogok egészen odáig végig begurulni. Mégiscsak van egy tábla, 2145 méter. Románia legmagasabb útja. El gémberedett a kezem, mert a kesztyűm az a baj, ez csatak víz, csavarni lehetett a vizet belőle, nem nagyon száradt meg egyik ruhám se ott bent, mert ugye kialudt a tűz. Nincs több jutalom falat, az előbb kaptál már. Elég volt. Ez mekkora? Nos, hát akkor először az Olt folyó a túrán. Így végig. Gyönyörű szép ez a kanyon. Ezt nézzétek! Egy épülő monostor, onnan a völgyből jövök ki, végig így kanyarog az út. Azt a minden itt egy gyönyörű. Itt a feleki templom, vagy rom templom, vagy bocsánat, erőt templom, nem tudok beszélni. Garmin írta, hogy 27,6-es emelkedő következik, 1512 szinttel 121 méter múlva. Egyébként itt egy csomóan vadkempingeznek. Kezdődik az első visszafordító, onnan 7-8%. Volt egy jó 10%-os rész, és végre visszaengedett 6-ra. Átléptem az 1000 métert. Méhek. Nagy sziklaomlás. Rendesen itt építik a korlátot. Ezt is van, az így ráesni valakire. Le is szakadt ott belőle egy pár. Hihetetlen az emberi tulajdonság, hogy itt ezek gyönyörű helyek. Kitesznek minden ilyen szírszar hűtőmágnes, minden ilyen bizbaszt, és a tömeg oda csődül. Megálltam egy újabb szusszanóra, az utolsó szakasz. Kezd alakulni most már a kilátás. Ez a rész, ez egyébként még kereken 7 km és 417 szint van benne. Elkezdem a visszafordítókat. Már szinte a felhőkkel egy színbe vagyok. Azt nézzétek! Kegyetlen! Innen jövök, és erre megyek. Most látszanak jól ezek a szerpentin kanyarok. ...1800 méteren, 217 méteren van hátra, és az embernek a fejére dől. Utolsó 100 méter szint az már csak a desszert. A sofőrt nem irigylem itt lefele, jön vagy 20-szal. Autóval is úgy mennek fölfele, mint én. Itt végelőzöm a sort. Ücsörögtem egy kicsit, elnézegettem itt ezeket a hihetetlen méreteket. Egy picit az embereket is lehetetlen figyelmen kívül hagyni. Ide jön fel a Lanovka 1234-ről 2034-re. És akkor ennyien vannak, hogy ott áll az autósor végig. Transzalpinát csomaggal másztam meg, és emiatt nem láttam, hogy a váltó nem rakja fel a láncot a legnagyobb fogaskerékre. Aztán jött az ítéletidő, és csak a csobánok jó indulatának köszönhettem, hogy fent tölthettem az éjszakát.
A transzfogaras ezzel ellentétbe kárpótolt. Remek időbe másztam, csak üres biciklivel. Ráadásul még így is 4,5 órába telt fölmászni, ahol jó idő és vasárnap lévén szokásos tömeg volt. Meglepő volt, hogy nagyon sok autó a hegylábánál előzött meg, s mégis hamarabb felértem bringával, mint ők autóval. Az eredeti tervemet itt módosítanom kellett, hiszen egy alagúton át lehet gurulni a fogaras déli oldalára. Én ezt nem tettem meg, mert rengeteg medve van az utak szélén, illetve az erdőben, és nem akartam kockáztatni. Kertz településen kempingeztem, ez egy nyugati színvonalú kemping, román árakkal, amit egy holland házaspár üzemeltet. Utamat észak felé, Torda, illetve Kolozsvár irányába folytattam. Ezen a területen Erdély igazi arca, az erőd templomok hazája található. Errefelé körülbelül 150 éppen maradt erőd templom található, bár a nagy részüket sorsára hagyták, igen jelentős része lepusztult félbe van, azért lehet találni igencsak éppen maradtakat. Meggyes komoly történelmi jelentőségű város, nem messze Segesvártól, ahol Petőfi Sándor elesett. Erőd temploma nagyon szép állapotban áll, a belsejében pedig ilyen ingyenes könyvolvasó sarok található, és nagyon szép főtere van. Mutatok egy gyönyörű pofát, ami hajnal 1-től 3-4-2-ig nem tudott aludni az eső miatt. Fú, de kellni kell, mert menni kell tovább, az van. Na, tartok nektek egy camping bemutatót. Az este mindenki életezett, meg itt hancúroztak, ünnepeltek, úgyhogy nem akartam zavarni. Na, mutatom először is, hogy itt a Mödanszié íme. Ezt baromi mély, 2 méter. Nem mutatom tovább. Mosogató részleg van. Itt a csűr. Ide tettem be az én kis powerbankomat, ami fel is van töltve, nagyon helyes. Ez itt felül ilyen panzió rész, itt is van ilyen kiülője, és akkor mutatom a konyhát, van ott ilyen rezsó vízforralója van, mindene van neki, karékolom egy órája. A mosógép, de a bácsi az már látszik, hogy járt külföldön, mert van egy lakat a mosógépen, és rá van írva, hogy 15 lej, egy mosás, bizony. Úgyhogy ő már tudja, hogy mi van. Nézd csak! Mit kapsz? Egyél? Egyél? Ne! Ne! Egyetek! Úgy! Az anyátokat! Utánam szaladsz, kapsz mást is! És jön? Jó! Nézd csak! 2600 forintért megtörtént a bevásárlás. Hátamon van egy hátizsák kaja. Megvettem most a mászáshoz előtte. Nagyon kívántam egy jó hideg jégkrémet, meg egy ilyen jó citromos szénsavas cuccot. Hát vettem egy konzervet estére, meg 2 zsemlét, meg banánt nápolyival reggelire, az elfog állni estére. Mutatom nektek, 35 fok van árnyékba. Kegyetlen. Én jöttem 84-et eddig, 5.39-en. És lesz benne most még. Várjál. Így van, hát majdnem 6 kilométer. Tehát, hogy ez a 90 meg lesz. És mondok nektek egy olyat, hogy 2,3 km múlva lesz, átlag 6%, 2700 méteren, 177 méter mászással. Mutatom, mennyire emelkedik az út. Én 8%-on csutka szembeszél,
Alakul ez azért. Meg kell érte dolgozni, remélem nem lesz drága a kemping. Brutál kőfejtő.
kóvágok itt a belvárosba. Kerestem egy kis árnyékot, vettem egy ilyen péksütit, ez egy ilyen sajtos, kapros tészta. Jó nagy, egyébként hét leért. Lejjebb viszik a bringát el, 160 km-rel arrébb, engem meg 30-ért. Nagyon komoly. Egy 3 órás vonatút keretében mielőtt megtettem 160 kilométert, végélvezhettem a körös menti völgyek, hegyek látványát, illetve ami aggasztott, hogy a bicikli hogy lesz, nem mondom nektek. Szóval alábecsültem, én olyan 40, nagyon maximum 50-re gondoltam. Ezt hallottam ittenitől, az István mondta, hogy többe fog kerülni, mint a jegy, de 60 lejt kért érte, aztán azt hittem, hogy át akar vágni. Közben felszállt egy nagymama az unokájával egy fel akkora biciklivel, és tőlük is kért 60 lejt pluszba, de adott róla papírt is, tehát hogy beütötte, kinyomtatta, szóval úgyhogy ennyibe kerül. Úgyhogy itt nagyon sok minden nagyon olcsó, és kerékpárt szállítani a vonaton, az meg ilyen horror áron van. De mama is csak nézett, ott láttam, pedig hát ők ugye románok, tehát azt hittem, hogy meg külföldi vagyok, vagy hogy magyar, azért húz le, de ugyanannyit kért a saját honfitársától is. Na a lényeg az, hogy itt vagyok Nagyváradon, bemegyek a központba, kicsit körülnézek, meg leeszek valami hideget, mert meg lehetett rohadni a vonaton, és akkor megyek a határ felé. Vettem egy üdítőt, egy jégkrémet, erre az egyre vágytam. Hát ettem reggel, meg ettem egy ilyen diós csigát, amit tegnap vettem, és semmi étvágyam nincs. Úgyhogy a jó hideg üdítő, ez jól esett, mert még lehet ott tudok egy-két kis boltot ott a határ, még innen oldalán, mert olcsóbb. Úgyhogy ezt bevásárolom. Egyébként akkor nagyon akarnám, hazatekerhetnék, mert egyáltalán nem vagyunk messze, de hát még most nem. És jó lesz így még ma valahol egy picit össze szedem magam, meg kipihenem magam. És hogy elindultam a határ felé. Következik az utolsó kis település a Nagyvárad után, az a neve, hogy Bors. Tök jó, hogy megtakarítottam a bringát reggel. Olyan orkán szembeszél van, hogy olyan áttétellel megyek, mintha hegyre mennék. Bementem kunyarálni vizet, mert itt angolul, németül elmagyaráztam, aztán 5 perc múlva rájöttünk, hogy magyarul is megbeszélhetünk volna. És akkor a bácsi a kávéfőző gépükön engedett le, mert hogy az abban van filter, meleg vizet, és színültig rakta jéggel, úgyhogy ilyen jeges vizem van. Itt közben olyan felújítások vannak, hogy komolyan ennyi földúton, egész úton nem mentem. Megérkeztem a határra. 10 perccel a kamionok mellett. Hát kedves nézők, 2 hét után, illetve nem igaz, már 12 nap után átértem vissza Magyarországra. És nem csak, hogy visszaértem a határon, hanem visszanyertem egy órát is. És a fél hétből fél hat lett egyből.
Közben itt a magyar oldalon is, hát ameddig ellát a kamera, kamionok állnak. Még nem vagyok otthon, van vagy 50 kilométerem, de ez a mai vonatozás, meg ez a szél, meg ez a zaj, annyira kifárasztott, hogy úgy döntöttem, hogy nekem semmi humorom már innen tovább menni. Nagykereki ott van, vagy 2 kilométerre kb. Találtam egy ilyen szántást, mögötte van egy ilyen erdős részíme, itt van egy kis sátram. Most úgy ki se nagyon fogok pakolni a hálózsákot. Beteszem egyébként, itt döglök már egy órája, legalább csak vártam, hogy jönnek esetleg erre. Nem volt kedvem, most eljött az a pillanat, tudod, hogy így megállsz, és így elég volt. Reggel, 6:00. És hát eljött az utolsó reggel. Tegnap szét se nagyon pakoltam semmit, éppen csak, hogy a sátrat kidobtam, itt fürdés volt, éppen megtakarítottam magam. És nem volt kedvem átöltözni, levetkőzni se, így, ahogy voltam az este. Nagyon jó volt az a fás rész, mert a párát lefogta, úgyhogy kint az előbb. Kinyitottam a szemem pirkadatka, és full pár réteg volt mindenhol. Ez meg száraz, tehát maga bringa is száraz, a cuccok is szárazak rajta. Ez volt még az első busz, vagy már a második, nem tudom. Na mindegy, lényegtelen. Elindulok szépen haza, most nem lesz a kávéfőzése. Bevallom nektek, hogy semmi kedvem nincs kipakolni. Ilyen bicikli túrával mindig az van, hogy bár ez most csak 12 naposra sikerült, mondhatnám, hogy a 13. nap, de hát ez már igazából nem számolom bele. De hogy annyiszor kell a sátrat fölverni, összerakni. Annyiszor kell leszedni, föltenni, hogy az ember már ugye bele fárad egy picit, és ha nincs minden úgy pontosan a helyén, akkor nem jó. Akkor nem jó. Na, nem is szaporítom a szót, hanem elkezdek pakolászni, most menjünk. Az utolsó összepakolás meg volt. Nem trehánykodtam el, szépen összeraktam mindent. Az a vesz a cipőt, ha nem figyelsz talán, hogy minden ez a szólós tüskével. Csak 2-3 óra kérdése, míg hazaérek, és tényleg le nem zárom ezt az egészet. Egy pár gondolatot összefoglalónak megpróbálom összeszedni, hogy mit érzek, vagy mit gondolok. Ezt valaki jól megkezelte, ezt a táblát. Szóval 12 napot töltöttem oda át határon túl. Ugye ez a túra tematikája Partium és Erdély volt. Debrecentől 90 kilométerre fantasztikus kiterjedésű és méretű középhegység van, ahol aztán akár egy napot, vagy akár egy egész hetet is el lehetne tölteni. Ez nagyon-nagyon megdobta a túra elejét, hogy István ott befogadott egy estére. És nem csak az, hanem az is, hogy az a tudás, amivel ő rendelkezett, hogy mindent is ismer a környéken, mindenről tudott mindent, és nagyon jó idegenvezetőként segítkezett nekem. Az útminőség az meghökkentően jó. Az Aranyos Völgye az egy fantasztikus hely. Azért azt láttátok, hogy ott mennyi nyaraló van, szóval ez egy igazi ilyen sportcentrum, vagy kiránduló centrum. És ami nekem nagyon nagy kedvencem volt, a Torockó falu, az egy fantasztikus, azért az is 520 méter körüli magasságon van, és ott is azért egy napot jól el lehetne tölteni, úgyhogy az ember bemegy, megnéz mindent, elolvas mindent, ott van magyarul is kiírva, és attól egy picit éjszakabbra, ahol zártam a túrát majdnem, Tordai hasadék, és ott van az autóval, tényleg nincs olyan messze. Bár már itt Romániában is egyre több helyen épül az autópálya, forgalmak része azért a nagyobb főutakon bonyolódik, és muszáj voltam menni például Gyulafehérvár felé, de teljesen el lehetett viselni. Ami egész túra alatt nehéz volt, illetve nagyon koncentrálni kellett miatta, az, hogy nagyon nagy meleg van. Ez volt hátul befigyelt a Szigethegység, a fasor, a facsoport között, azaz. Például Gyulafehérvár az egy külön napot megérdemelne. Az a sok látnivalóval, ami benne van. Jött az egyik kiemelt pillanata ennek a túrának, a Transalpina.
ami magyarországi szemmel nézve egy felfoghatatlan méretű hegy, inkább ilyen alpesi léptékbe lehetne azt belehelyezni, akik már jártak kerékpárral 2000 méteres hegyeken, azok úgy sejtik, akik meg nem. Na, ilyen az út, közben mutatom, hogy véget ért az a kis jó rész, tehát hogy eszméletlen. És ez fantasztikus, azzal a nagyon-nagyon hosszú kapaszkodóval, illetve a felső részével, és jött ez a különleges helyzet, hogy a jégeső meg a vihar az oda szegezett fentre. És akkor az egyik nagyon fontos dolog, amivel szembesültem az egész túr alatt, az a segítőkészség, amelyet tapasztaltam. Most nyilván lehet azért, mert biciklivel, csomagokkal megyek közben, ez úgy zögykölődök, mint itt a vonaton. A kabanába való fent éjszakázás a mennydörgéssel meg a jégesővel az egy örök emlék lesz, és a másnap hajnali fények, a hideg front utáni reggeli fények az is. Rinkánál legurulva, a déli Kárpátoknak a déli oldalára átérve, az már Havasalföld, az már teljesen román terület. És akkor következett a második király szakasz, a fogaras megmászása. Hát az egy óriási élmény. Nem mondom azt, hogy olyan brutálisan nehéz volt, de azért mégiscsak 27 kilométer folyamatosan. Amihez azért itt Magyarországon az ember nehezen szokik hozzá, az is egy teljesen ilyen alpok léptékű hegy szerintem. Na, ott volt az, hogy az út minősége az gázos volt, főleg lejtmenetbe. Vettem az irányt északnak a 100 erőt templomok nyomába végig, hát nyilván nem mind a 150-et, hanem ami útba esett, mert újabb dombvidék következett, ahol szintén ilyen liftezős játék volt végig. És zártam a tordai hasadékkal, illetve Kolozsvárral. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végignézte ezt a hosszú sorozatot, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok! Tetszett a műsor, a film alatti szuperköszönet gombon keresztül meghívhatsz egy kávéra vagy egy fagylaltra. Ha pedig a csatorna tagságot választod, hamarabb és reklámmentesen érheted el a tartalmaimat.